Honnan az ismerettség kettőtök között? Nem is tudom, mikor kezdtünk el úgy együtt versenyezni, úgymond, hogy egy kategóriában, mi Rally 2-be ismerkedtünk meg szerintem, és kategóriatársak voltunk. Van egy emlékem, talán egy Eger Rally után ilyen hajnal kettőig tartott a Parfermé, nem ott, amikor ott a tréleren mindenki bandázott? Talán ja, lehet. Ott volt bontás, minden volt, igen, és nagyon elcsúszott a sztori. És akkor összeverkodtunk, és azóta úgy szerintem úgy szinte az együtt szervizelések minden úgy együtt ment. Úgy. Meg hát Zoli bajnok lett abban az évben, nem? László nem. László nem. Úgyhogy akkor kicsit irigyek voltunk, de ami mi jó meg voltunk. Csak ő rám. Én csak a gyorsaságára. Melyik év volt ez egyébként? Hú, 2011. 2011. 11. Készültetek évszámokból? Nem annyira, de ezt most, hogy mondtad, hogy töri tanár vagy, most már kicsit izzad a tenyerem, de ja. Melyik volt az első verseny? Én 96-ban kezdtem egy Szilveszter Rallival, egy H-csoportos kereklámpás zsigulival. Az volt a legelső versenyem, hát arról inkább nem beszélek, mert előtte három nappal leesett a hó, azt nem volt téli gumira pénz, úgyhogy minden kanyarba toltak minket. Aztán én fokozatosan ilyen ennes zsiguliba visszaültem, és úgy kezdtem fölépíteni ezt a dolgot. De úgy komolyan, nagyon durván 2001-2002-től túrába kezdtünk el menni, egy 1-3-as ás zsigulival. Volt más autó a zsigulin kívül? Nekem volt, én hondáztam is egy-két évet, meg egy Opel Astra GSE volt kettő versenyem. Hondát különben nagyon szerettem, csak nem viselt engem annyira el, úgyhogy én már aranykártyás voltam a lakatosnál. Nem bírt ki semmit szinte az autó. Amúgy jó vele menni, csak hát kívülről gondolom nem annyira jó nézni. Mindig is a zsiguli volt az álom, úgyhogy elég jó szerviz összejöttük mögém, szervizcsapat, és onnantól kezdve csak a Lada. Mondhatjuk, hogy már elérted az álmai csúcsát? Vagy még mindig van hova tovább menni? Én úgy gondolom, hogy én ezt sem mertem meg álmodni, ami most itt áll. Nagyon-nagyon sok összetevő ez most itt áll. Nagyon sok embernek nagyon sok köszönettel tartozom. De szerencsére itt áll, és én úgy gondolom, hogy más nem fog már itt állni. Te is értek akkor a lukat végére, köszönjük szépen, és ilyenkor egy jó folytatjuk. Hát figyelj, rally verseny, első autóversenyemre emlékszek, még a Skoda klubos Kika csinált slalom versenyeket, és valahol az Üllői út végén volt egy pálya, egy régi orosz laktanyába indultam legelőször, még anyukámtól csak visszatam el talán az egyes golfját, tehát az volt az ilyen első autóversenyzés, az olyan 99-98, valahogy így volt, és akkor hát utána én végigjártam a ranglétrát ebbe a ralliba, mint ahogy szokták mondani, ez a komálós, szervizes. A navigátort azt kihagytam, igazából egyszer navigáltam a Gál Andrisnak, mert én úgy kerültem bele a ralliba, tehát én a Babácsi fiának, a Gál Andrisnak a szerviz csapatába kerültem, és akkor úgy által a műhelybe szívtam ezt így magamba, meg úgy, hogy láttam, hogy ők mit csinálnak, meg a Bergericsivel mentek, és én úgy kerültem ebbe az egészbe, de mindig álmom volt, hogy én ladázzak, tehát én más autóban nem is gondolkoztam. Aztán az Andrisnak egyszer navigáltam, akkor mondta, hogy hagyom a francba az egészet, mert ez nem nekem való. Jó hír. Akkor egy kicsit elmondtam, hogy jó, hát nem, hát nem. És akkor egyszer csak kész lett a saját autóm, és akkor én egy FRT-n mentem, talán még akkor volt ilyen, és utána azon második lettem, és utána mentem egyből Rally 2. Talán egy Miskolc rally mentem életemben először, való 2009 vagy 10, nem tudom, egy Miskolc rally volt az első, arra emlékszek. És akkor utána mentünk Ákossal, ameddig tudtunk, azt utána hát sok minden úgy alakult, meg már végén úgy éreztem, hogy ebbe több pénzt úgy nem nagyon szeretnék így beleölni, mert azért nagyon, nagyon ráment így a gyerekkori álom, hogy beteljesüljön. Aztán az, hogy mondjuk az az ötletem, hogy jött, hogy beüljek a Lacihoz, azt nem tudom. Azt nem tudom, de nem bánom. Tehát bárki bármit mond. Jó lett, jó alakult ez az elmúlt 10 év szerintem, és mint ahogy az előbb is mondta, hogy a csúcsra érni, hát igen, nem gondoltam volna, hogy én navigátor leszek, sosem akartam, most itt vagyunk, és nagyon jól érzem magam. Tehát nagyon jó csapatba versenyzünk, a szervizcsapatot is nagyon imádom,
Tehát azért nem csak az kell, hogy egy jó pilót meg jó autó, tehát ez nagyon összetett sport, sokan nem gondolják ezt, de tényleg kell egy olyan környezet, amiben jól érezze magát az ember, mert nagyon sokat számít. És szerintem ebben most nagyon jó betaláltunk egy jó autóval, aranykezű pilótával, és meg egy nagyon jó szerviz csapat háttérrel, amivel tényleg nyugodtan is. És ez ugyanolyan, hogy vakon kell bízni mindenkiben, mert különben nem ér semmit az egész. És ez így sikerült most. Főleg a tavaly, de még nem menjünk le ebbe az ilyen vakon. Az is vakon volt. Azért mondom, hogy a vakon bízásnak a tetején már szerintem nincs fejem. Mernéd vezetni ezt az autót egy gyorsaságén? Hát, merném, szeretném. Megbeszéltem a Lacival, hogy most lesz a szülinapom, vasárnap, vagy 40-es, úgyhogy valamikor majd ki szeretném bérelni az autót. Csak kicsit át kell állítani, mert amikor állok kifelé, akkor is kell, hogy egy-két ember, mert itt van a kormány a fejemnél, tehát ő kicsit nagyra nőtt hozzám képest, és hát így nem nagyon merészkedek így egyéb tempóra, de hú, nagyon jó autó ez. Tehát én nem gondoltam volna, hogy Ladából lehet ilyet csinálni. Úgyhogy mindenféleképpen akarok vele menni majd, mert szeretnék. Mennyire Lada ez a Lada? Én úgy gondolom, hogy a modern kornak megfelelően az összes olyan technikai dolog benne van már, amitől egy üzembiztos és jó kocsi lett. Kaszni Lada, motor Lada, azért elég sok alkatrész van benne, ami Lada, csak meg vannak mindegyik erősítve, és kicsikét olyan alkatrészekbe összerakva, hogy tartósabb legyen. Benne van persze hátul a Mitsubishi híd, akkor egy jó váltó van benne, motorja az full kovácsolt, fogasléces kormánymű, jó gátlokkal, és a súlya is úgy gondolom, hogy elég jó. Meg hát az, hogy egy új építési autóról beszélünk, tehát és ki van forva teljes mértékben ennek a technikája, hogy üzembiztos is jó legyen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a szekvenciális váltón kívül ebben minden benne van. És én nem biztos, hogy én arra szeretném, hogy valahogy is legyen benne. Tehát valami kis ladás feeling maradjon azért meg. Motor terén el tudnád képzelni, hogy egyszer ne egy Lada motor kerüljön bele? Hát sajnos lehet, hogy el tudnám képzelni, mert az ezek a kiegyezett Lada motorok, nem tudom, hogy mennyit bírnak ki. Ha egyszer ez meg fog állni, akkor nem elképzelhetetlen, hogy másfajta motor lesz benne. De első körön szerintem egy 16 szelepes motor raknánk először bele egy Lada motor, aztán utána talán egy nyugati, de én szívem szerint azért Lada motorral mennék végig. Mi a különbség a Ladáitok, Lada és Lada között? Jó pár Ladában ültetek már együtt és külön-külön is, de melyiknek mi a varázsa? Hát figyelj, az előző autónk, én úgy gondolom, hogy technikailag az autó az egy olyan 8 évvel ezelőtt egy top kocsi lett volna. Annak egy baja volt a karosszériája, nagyon nehéz volt, mert elég sokszor volt ez már törve és faragva. De én úgy gondolom, hogy amit szerettünk volna, hogy benne legyen, az nagyjából benne volt. Motorikussal lehetett volna kicsit erősebb is, de én imádtam vele menni. Én úgy gondolom, hogy elég jó időket is mentünk ahhoz képest, hogy az egy technikai, mi el voltunk maradva igen csak a mezőnytől. Ez az autó, ez pedig, tehát most egy verseny mentünk vele, de egyszer nem bírom még fölfogni, tehát félelmetes. Tehát úgy ülsz bele, hogy várod a rajtót, a másiknál az izgultunk, minden bajunk volt, így mosolygok a kanyarokba, minden féktárnál fölröhögök, tehát ilyen félelmetes jó érzés vele menni. És nem értjük, hogy megáll. Igen. Tehát nagy fék van a kocsin, nekünk a régén Warburg fék volt, én úgy gondoltam, hogy az a plafon a Zsigulinál, mindenki mondta, hogy nagy fék, merekek, hát most nagy fékkel nem bírunk mélyebbet fékezni ennél, mint ahogy én megállok, és bakker tudunk. És hihetetlen. Tehát igen. Tehát akkor egy komoly nyugati autó meg van építve, egy gyári, az brutális lehet ehhez képest is, de én úgy gondolom, én erre nem vágyom nagyon, nekem ez itt megjött, úgyhogy én ebben meg nyugdíjba. Elég régóta mentek már együtt, tudtok még egymásnak meglepetést okozni? Ja, László, folyamatosan, persze. Persze, hát tudod, hogy ne hűljön ki a kapcsolat csak azért. Tehát különben megette a fene az egészet, ahogy szokták mondani, de hát újdonság, hogy persze, hát még most sem akarja lehalkítani a telefonját este. Tehát megőrülök a szálláson, ha csipog a telefonja. Már vannak ilyenek, de komolyan, tehát jó, persze, hát most is fogott két-három olyat, nem? A vízen azért, hogy amit szoktam mondani, hogy nem vagyok jó navigátor, mert megállok és nézem. Tehát így nézem, hogy kezét, lábát, fú, ez jó volt.
Tehát, hogy így hogy csinálta? Jó, jó, igen, igen. Hát, jó, persze már nem meglepetés, hogy tudod, de az a jó meglepetés, hogy ő nem tud meglepődni. Tehát inkább azt mondanám, hogy jó, jó meglepetések vannak, igen. Megmondom, ez az autó most olyan meglepetéseket okozott, hogy én már kiabáltam vele, hogy nem fogunk megállni, mert ott nem lehet megállni, és de, még gurítottuk, szó szerint még majdnem, hogy gáztatunk, gurítottuk rá a lassítóra az autót, mert tényleg nem tudtuk elhinni, meg az, hogy nem kell gépészkedni a kanyarba, ez tényleg precízen, ezt a fogaslészes kormányt precízen odarakod, ez nem fog onnan lesétálni, ezzel nem kell belekormányozni, ebben nem kell bele nyúlni semmit. Tehát tényleg, és így. Szóval ez a verseny, ez tényleg egy abszolút meglepetés volt, és utána megnéztük az időket is, és azt sem értettük. Jó volt, jó volt. Gondoltam, hogy fejezzük be ezt a versenyt. Nagyon ízértem már neki az utolsó gyorsan a vizen, hogy finoman és jó legyen. Befejeztük, és akkor most végre így leküzdöttük azt, hogy akkor most már akkor tiszta lappal menjünk. Tehát a következő versenyre már ne azzal fogadjon mindenki, hogy hú, mekkorát estetek, és hú, nem. Tehát az legyen, hogy oda menjünk, és tök jó, akkor versenyezünk. És akkor ne legyen előzmény, ne legyen benne a lábunkba, a kezünkbe. Neki is azért benne volt. Tehát azért kellett a teszt, meg bennem is bennem volt. Tehát volt egy olyan vizsgadrúg bennem, amit így nem érezt. Nem tudtam hova tenni. És láttam rajta is. És jó, hogy mentünk a teszten, mert a negyedik körben, amikor már tényleg, ahogy szoktam mondani, hogy parasztba ment, akkor már jó volt. Tehát akkor már visszajött. Úgyhogy jó. Mondhatjuk, többszörös nyomás volt rajtatok. Volt egyszer a visszatérés drukja, aztán az új autónak a drukja, és ez így együtt hatványozódott. Hát figyelj, rajtunk elég nagy nyomás volt, én úgy gondolom. A teszten belültem az autóba legelőször, még nem is ültem benne, szinte nem mentem vele egy centit se, egy üléspróbán voltam összvész. Belültem, bekötöttem magam legelőször, és egy, hát szerintem ez lett a pánikról, ami akkor rám jött. Ilyen iszontos rossz érzés volt, és ki akartam szállni, hogy meghalok, úristen. Szerencsére az Oli jövét ottan igazgatták, mert nem volt neki jobb állítva, és itt 10 percet ültem, és lenyugodtam. És akkor beálltunk az első rajthoz, legelső méterek, végigmentem a 3 km-es pályán, és konkrétan egy kanyart nem bírok fölidézni belőle. De nem tudom, mi volt. Azt mondom, hogy átmentem a célon, és egy ilyen brutális bőgés jött ki belőlem, és akkor ott átkapcsolt minden, és onnantól kezdtünk így följönni. 4 kört tudtunk sajnos menni, a két hátsó gátlónkkal gondok voltak. Én úgy gondolom az utolsó körre, hogy az Oli is mondta, ott már azért megérkeztünk, és már kezdtük elhinni, hogy mik a határai az autónak. És hogy jó lesz. Tehát az nagyon fontos, hogy jó lesz. És az is volt a terv, hogy időket ne nézzünk. Első 3 gyorsan nem is akartunk időket nézni semmit, hogy guruljunk le. És mindig viccesen mondom, volt egy gyűjtő utána, és onnantól kezdtük el nézni az időt, mert valahogy nem akar velünk senki beszélgetni. Mondom, mi az Isten van? És akkor ott kiderült az, hogy tényleg jó, az elejébe megyünk, és nagyon meglepődtünk, mert most nem akarom nagy képűségnek tűnni, de tényleg nem forszíroztuk a kanyart. Az egyeneseket az persze, azt lecipőztük, meg a féktávokat azt nagyon határozottan vettem vele. Az Olinak szerintem az első 3 gyorsági azt nem is tudta feldolgozni. A második 3 az tök jó volt, már szinte unatkozott a kocsiban, tényleg nem mentünk úgy a kanyarokba. Viszont amikor leesett az első, akkor egy picit magunkra ijesztettünk tényleg ott az utolsó előtti gyorsan, ott azért megint 120-szal úsztunk 4 kerékkel az erdő felé. Én láttam, hogy megbírom fogni, tök jól meggépészkedtem, és onnantól kezdve azért tényleg az Oli már elég keményen fogott, és valóban most egy utólag már meg is értem, és tök jó, hogy le tudtunk jönni, le tudtuk a versenyt. Így van. Úgyhogy tényleg új lapokra próbáljuk föltenni az egészet. Nincs még elvárás magunkkal szemben, én úgy gondolom ez az év még a tanulásról szól. Meg azért a vértes rajnak a gyorságait ismerjük, az ő mellé sokat mentünk rajtak. Most, ami lesz következő verseny, arról például semmit nem tudunk, úgyhogy ez így érdekes lesz. A vértesen nem volt egyetlen pillanat sem, amikor azt érezted volna, hogy talán mégsem kellett volna visszaülni? Nem, mert magam fele voltam egy elszámoláson nagyon keményen. Tehát úgy gondoltam, hogy ha ezt most nem próbálom meg egész életemben, kísérteni fog, úgymond ez az egész sztori. És kaptam egy tök jó családi hátteret hozzá, tehát támogatást. És én úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat számított, mert azért otthon ezt nem fogadják el nálam. És valóban meg is értem. Sem. Meg a Zolinál se nagyon.
azért csak az életünkkel játszunk minden gyorságin, de hát azért 25 éve csinálom. Ez kihagyhatott volna. Ja. 25 éve csináljuk ezt az egészet, én úgy gondolom, ezt csak így nem tudom kidobni, és főleg egy ilyen lehetőség, hogy beesett, hogy egy ilyen autóval tudjunk menni. Mindenféleképpen meg akartam adni az esélyt arra, hogy derüljön ki, hogy milyen az autó, mit tudunk mi, maradt-e bennünk bármi is. És erre ez a vértes, meg előtte a teszt, életemben nem teszteltem, még sose volt anyagi keret, meg úgy idő, meg semmi, de ez nagyon jó volt. Nem kaptál semmiféle ultimátumot otthonról? Nem, látták, hogy el vagyok nagyon számva ez ügybe, és ők is tudták, hogy majd rájövök én magamtól, és akkor kiszállok, és hú, de jó, nem jó. Majd tényleg jó lesz, és akkor megpróbáljuk, mert az is nagyon biztató volt, hogy azért voltak nyugodtak otthon, mert egy olyan autóval megyünk, ami tényleg jó. Üzembiztos, új építésű. Az eddigi kocsival sokat szenvedtünk, azért nem volt az technikailag odarakva, a kaszniával mindennel baj volt. Tehát azzal nem azt mondom, hogy életveszélyes volt, mert ez hülyeség. De más volt. Ebben nyugodtan megy az ember, és nem kell annyira durván könnyen, bevállalni vele mindent. Menni vele. Igen. Úgyhogy én úgy gondolom, amit most így kiautóztunk magunkból, ennél többet nem biztos, hogy hozzá szeretnék tenni. Én azért 25 éve versenyzem, hogyha látok az úton, én úgy gondolom azért meg szoktam oldani a dolgokat. Nem szoktunk azért ilyen nagyokat esni. Hát bízom benne, hogy ez karcmentes lesz, amíg megyünk vele. Mennyi lenne még benne egyébként szerinted? Nem csak az, hogy mennyit mersz elvállalni, hanem magában az autóban. Hát figyelj, én tanulom az autót, mentünk vele 8 gyorságit. Hát figyelj, nehéz megmondani, én úgy gondolom, hogy azért van még ebbe. Tehát ebbe simán lehet menni a top 3-ba, így Rally 2-be. Kanyarokban még szerintem nagyon sok van, el kell higgyük, ez szélesebb, mint a régi kocsink. Tehát én a régi kocsi tempójával mentem a kanyarokba, és semmi, meg se úszott, semmi nem történt. Fokozatosan egy kicsit szerintem még fogjuk forszírozni, de nem minden áron. Tehát azért megnézzük, hogy mire, mennyit kell esetleg gyorsan, hogy időben hogy állunk esetleg a versenybe. Én úgy gondolom, az autó azt tudja. Kezdünk mi is fölni hozzá, Zoli is, én úgy érzem, hogy teljes meldobásban nyomja ezt az egészet velem. Úgyhogy megvan a brutál komoly bizalom egymás iránt. Ő tudja, mikor kell engem fogni, mikor kell hajtani, mondjuk az már rég volt, hogy hajtott, de hát ha jó lesz ez így megint. Ha szeretnél bármit, akkor kérdezzék, ismert. Még az előző kérdésen agyaltam, csak közben volt egy második. Ja, nem, hát a hajtani, nem azt szoktam mondani neki mindig a rajtba, hogy igazából nem kell forszírozni, hanem amit zsigerből tud, az általában elég. És mivel hogy zsigerből jól jön neki, tényleg az elején vissza kell fogni, mert van egy ilyen metodikája, hogy ő megy, én azt vettem észre. Az elején nagyon neki esik, tehát az első 2-3 féktávot azt, ahogy szoktam mondani, megszak, és utána megérzi, akkor úgy kisimul, és a végére meg már olyan nagyon jó kedve lesz, és akkor megint kezd vadállat módjára menni, és akkor kell még egy kicsit fogni, de már nem olyan nagy, nagyon jó. Tehát nekem az volt, nem tudtam volna azt, hogy ilyen hangulat lesz az autóban, tehát hogy így összehangolódik két ember, ilyen, nem tudom ez így jól hangzik-e, vagy ilyesmi, de kell hozzá. Tehát amikor mindig nézem a műsorokat, hogy milyen egy jó navigátor, vagy sokat beszélnek ezen a navigátor dologról is, én szerintem nagyon sokszor kihagyják belőle azt, hogy a két embernek például milyen a viszonya, hogy a két ember mennyire ismeri a gondolkodás módját. És szerintem ez is annyira van, annyira titka, mint hogy jó ütembe mondjál be bármit. Úgyhogy ez szerintem sokat számít. Talán szerintem neki is, már ezt szoktam mondani. Igen, rengeteget. Úgyhogy a másik kérdésre visszatérve a családi dolgokra, hogy visszaültem, hát erről nehéz beszélni nekem így a családi oldalról. Nem akarták egyáltalán. Sajnos, nem sajnos, mert különben nem mondom azt, hogy elmítottam volna ideg, nem lennék ilyen önfejű. Nem nagyon hallgatok senkire, ebben sem kívántam hallgatni senkire, és én ugyanúgy megbízok a Laciba, tehát mint előtte volt, mert most nem azt mondom, hogy nem tehettünk róla,
mert mindenki tett, ez olyan, mint amikor mondják egy kapusnak, hogy nem tehetett a gólról, de tehetett, de tényleg ez olyan helyzet volt, hogy ahogy mondta is a Laci, hogy ha lát, tehát tényleg amit lát, azt megfogja, tehát olyan még nem volt. Hát ezt valóban nem láttuk, tehát ez meg olyan védekezés, tudod, hogy aki nincs benne, annak nehéz elmagyarázni. Az adott igazából még sok erőt, hogy például a Babaácsi fölhívott, és akkor kérdezte, hogy na akkor hogyan tovább? Következő autó? Hát mondom, hogy jó van, azért jól esik, hogy más is olyan hülye, mint én. Úgyhogy... Rengetegen bíztattak minket, és ez óriási igen. dolog. Tehát, és elég komoly versenyzők, elég komoly háttérmunkába dolgozók, és nagyon jól esett. Igen. És mindenki látta bennünk a fantáziát, és valahol ennek köszönhető, hogy itt áll ez az autó is, mert a semmiből bejelentkezett egy szponzor, és neki igen. köszönhetően itt áll ez, és nagyon hálásak vagyunk neki. Én nem hittem volna, hogy ennyi ember idézőjelbe figyel minket, vagy hogy írni fog, vagy bármi, és hogy visszavárnak. Tehát én ezt nem gondoltam volna. Nagyon jól esik azért az embernek, és igen. Igen. És köszönjük is nekik, és ki is fogjuk ezt használni olyan téren, hogy mindenféleképpen közönségnek, nem is az, hogy autózni fogunk, de mindenféleképpen tartani fogjuk velük a kapcsolatot minden téren. Mármint, hogy megpróbáljuk azért, hogy...